Az üveg hulladékokra is kiterjeszti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést a Viridis Pannonia Nonprofit Kft. A szolgáltató munkatársai negyed évente, idén júliusban és októberben hétfői napokon szállítják el az üveget a családi házasövezetekben. A dolgozók a gyűjtést szállítási naptár alapján végzik, Erről a lakosság a cég Facebook oldalán, weboldalán, valamint az ingyenesen elérhető újságokból tájékozódhat. Tudtuk meg Császár Andrástól, a Netta Pannonia Kft. logisztikai vezetőjétől. A házhoz menő gyűjtés során kizárólag azokat az üvegfajtákat szállítják el, amiket a szelektív szigetekben is gyűjt a szolgáltató, tehát az üdítős, befőttes, zöld, illetve barna öblös italos üvegeket. Mennyiségi korlát nincs, viszont az autószélvédő, a síküveg, a vegyszeres üveg, valamint a porcelán nem számít szelektíven gyűjthető hulladéknak? technikáját tekintve annyi változás lesz, hogy bármiben ki lehet helyezni az üveghulladékot, amilyen egységcsomagolást képezne. Tehát az lehet egy kartondoboz, láda, rekesz, illetve, hogyha valaki Zsákban szeretné gyűjteni, akkor arra kérjük, hogy átlátszó legyen a zsák, amiben kihelyezi. A zsákos gyűjtés az egyedüli, amikor a gyűjtő edényt is, hát magát a zsákot is el fogjuk szállítani. Minden más esetben azt a rekeszt, illetve dolgot, amiben kihelyezik az üveghulladékot, azt vissza fogjuk helyezni az ingatlan elé, hogy a következő alkalommal is abba tudja gyűjteni az ügyfelünk az üveghulladékát.